Baranya megyéből közel 200 motoros érkezett a vezetéstechnikai tréningre, melyet a Pécs-Bogány repülőtéren rendeztek meg. Ezek a motorosok szeretnék hasznos, új ismeretekkel bővíteni eddigi tapasztalataikat. Fontosnak tartottuk azt, hogy így a szezon kezdete elején egy kis új tudást fel tudjunk szedni, illetve a régieket felfrissítsük. Nagyon-nagyon fontos, mert a váratlan helyzeteket kezelni sokkal könnyebb, hogyha eljön egy ilyen, akár csak egy ilyenre. Elkezdődött a motoros szezon, ezért nagyon fontos, hogy a motorkerékpárt vezetők mind elméleti, mind gyakorlati szinten felkészüljenek a helyes közlekedésben való részvételre, mondta Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkára. A rendvédelmi szerv most elméleti képzést nyújt a motorosoknak. Interaktív beszélgetést folytatunk velük, ahol előkerül a motorkerékpár felkészítése, illetve az, hogy hogyan járulhatnak ahhoz hozzá, hogy magasabb szintű legyen a kresztudásuk. Kielemezzük a tavaly történt 23 motorkerékpár vezető által okozott balesetet, megnézzük a megelőzési okokat, és tesztlapot is tölthetnek. Ez a képzés térítésmentes, bárki részt vehet rajta. A HUMDA Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT idén első alkalommal végzett vezetéstechnikai tréninget a motorosokkal. Tavaly 3 hasonló oktatást valósítottak meg az országban a Baleset Megelőzési Bizottsággal együttműködve, tudtuk meg Sági Tibor szakmai tanácsadótól. Célunk az volt, hogy minél több olyan jellegű tapasztalatot adjunk át, illetve tanácsot adjunk a közúti motorosoknak, amit a közlekedés során alkalmazni tudnak, és esetlegesen egy olyan jellegű szituációban egyfajta megoldást tudnak találni. Ez lehet egy fékezés, lehet egy városi forgalom, tehát számtalan olyan dolog, ami a motorkerékpározásnál a motorkerékpárok jellegéből kifolyólag kell, hogy használjanak. Az oktatási napon a közlekedés biztonságra fektették a hangsúlyt. A motorkerékpárok általános szervizelése, a gumik, a fék állapotának fontossága, ellenőrzése, az olajcsere szükségessége is napirenden volt. Az egészségügyi kérdések, a balesetet szenvedettek ellátása is az ismétlődő feladatok között szerepelt.